9.tv. Otthon, város, Ferencváros. Elűzték a telet a telepi iskola diákjai. Történelmi társas táncok 10. találkozója a Ferencvárosi Művelődési Központban. A 95 éves szépkorú Bányai Jánosnét köszöntötték. Szeretettel köszöntjük Önöket! 3. éve elevenítette fel a Kiszebáb égetés népi hagyományát a telepi Károly testnevelés szakosított iskola. Rengeteg tanuló vett részt február utolsó napján a télüző ünnepségen. Úgy gondoltam, hogy egy fővárosi iskolában a városi gyerekeket szeretném megismertetni a vidéki néphagyománnyal. Így most már 3. éve egy téltemető, Kiszebáb égetési néphagyományt teremtünk meg. A kézműves foglalkozáson készítik el ezt a szalmából készült bábot. Elárulom, hogy vidékről egy nagy bálát hoztunk föl, és a gyerekeknek ez egy hatalmas élmény volt, hisz például szalma bálát sem láttak. Ők készítették el a bábot, már egész nagy verseny van a gyerekek között, hogy kinek milyen lesz a kiszéje, és van egy hatalmas, óriás kisze, ez az iskolájé, amit most majd el fogunk égetni. Tegnap készítettük a Kati nénivel kézművesen, jó sok szalma kellett hozzá, az is igaz, és nehéz volt nagyon megcsinálni. Melyik része volt a legnehezebb? A ruhát, mikor fel kellett kötni. Tudod, hogy mire megy vissza ez a hagyomány, mi a története? Elűzzük a telet. És hogyan fogjátok elűzni? Az udvaron kinn elégetünk egy nagy kiszebábot, és rászúrik, amit el szeretnénk vetni, hogy ne legyen többé olyan. Neked mi az, amit nem szeretnél, hogy legyen többé? Rossz viselkedés. És nektek mi lesz az, amit szeretnétek elvetni? Árulni. Nem szabad elárulni. Mánika néni azt mondta, csak akkor vál valóra. Most egy nagyobb útvonalat választottunk, amihez nagyon örülünk, hogy megkaptuk az engedélyt. Telepi utcán megyünk végig az Üllői útig, utána az Üllői út, és az Üllői útról pedig az Ernő utcába fordulunk, és úgy az iskola udvarára. Mennyire jellemző egyébként, hogy ismerik vagy tudják a gyerekek azért a néphagyományainknak a nagy részét? Hát szerintem azért ebben vannak hiányosságok. Itt az iskolában azért azt tapasztalom, hogy van rá igény. Tehát nagyon örülnek neki, ha egy ilyen néphagyományt felelevenítünk. Ilyen például a lucanapi búzavetés, a lucázás, és hát ez a Kiszebáb égetés is, és annyira nyilván tartják, hogy már ők maguk mondják, hogy mikor lesz már, tehát élvezik a gyerekek, azt hiszem, hogy ezt érdemes felelevenítenünk, mert egy nagyon jó közösségkovácsoló is, és jól érzik magukat a gyerekek, még készítik a bábot, és mondják a mondókát is. Szita, szita péntek, vége van a télnek, ki kellett köszönteni, jönnek a népek, jár, jár, ki kellett, seprűsz ki a hideget, elrezd be a meleget, diderektünk eleget. És tavaly, illetve az elmúlt években mennyire vált be, tehát sikerült elűzni a telet? Hát bízom benne, hogy most is sikerült. Tavaly utána még volt egy kis hó, mondták is a gyerekek, hogy hát ez nem volt olyan hatásos. Mondtam, hogy mert kevesen jöttetek el. Úgyhogy most az idén nagyon sokan leszünk, bízom benne. És hát reméljük, hogy el tudjuk űzni a telet végleg. És jön a tavasz, tehát ez egy télűző, de tavaszváró ünnepség is. Az ország minden pontjából érkeztek történelmi társas tánc csoportok a Ferencvárosi Művelődési Központba, az immár 10. alkalommal nekik szervezett találkozóra. Ünnepélyes alkalom a mai. 10. alkalommal rendezzük meg a történelmi táncot táncoló gyerekek országos találkozóját. Vannak csoportok, amelyek
ötödik, hatodik alkalommal vannak itt, és vannak csoportok, amelyek most kóstolnak bele, tehát vadonat új fiúk ebben a dologban, de egy összeköti őket, hogy a történelmi társastáncot szeretik, becsülik és művelik is vezetőiknek a szakszerű irányításával. Reneszánsz és barokk 15-től 17. századig, nagyjából ezen a találkozón ezek szoktak itt előfordulni. És honnét érkeztek a táncosok, tehát az ország mely részeiről? Hát most így fejből meg nem tudnám, hogy az ország minden részéből érkeznek, mert Csonka Egyház-Zala megyében van, de voltak már korábban Visegrádról, voltak már korábban Nógrád megyéből, Budapestről értelemszerűen, sokan jöttek, most Szombathelyről is jöttek, úgyhogy nagy a szórás, úgy látjuk szerencsére. A Garabonciás Alapítvány a történelmi társastáncok honosításában, népszerűsítésében feladatot vállalt több évtizeddel ezelőtt, igyekeztünk ennek megfelelni, és ez a találkozó is ennek a jelképe. A találkozóknak visszatérő szakember vezére Kovács Gábor tanár úr, aki tulajdonképpen az egész országos történelmi társastánc repertoárt, már a gyerekekét ismeri, mert éveken keresztül minden alkalommal itt volt, végignézte, és ő is rengeteg tanulságot vont le belőle, el is mondta a résztvevőknek, de az egymás néző gyerekek, vezetők is nagyon sokat tanultak. Mik egyébként a fő tanulságok az elmúlt éveknek a tapasztalatai? Hát itt az a kérdés, hogy hány óra van erre elmesélni. Nagyon-nagyon sok fő tanulság van. Az egyik az, hogy egyre szakszerűbbek, hogy így mondjam, a tánccsoport vezetők. Tehát még kezdetben inkább az volt a probléma, hogy az ember hogy mondja meg, hogy hát ez nem egészen így van, nem egészen úgy van, és most már egyre kevesebbet kell ilyet mondani, tehát egyre jobban odafigyelnek arra, hogy történetileg is úgymond hiteles legyen a dolog. A másik, ami nagyon-nagyon tanulságos, és igazából ma tűnt fel nekem, hogy van ebben az egész dologban egy folyamatosság, ami azt jelenti, hogy egy tánctanár, egy tánccsoport vezetője vagy a Garabonciás által rendezett tanfolyamokon megtanulta valamilyen szinten ezeket a táncokat, és azt tovább vitte a tánccsoportjába, és ennek aztán a fejlett formája, az, amit mi most itt utoljára láttunk, meg egy pár tánccsoportnál, hogy ezeket a táncokat nagyon okosan és szakmailag, tudatosan és hihetetlenül nagy háttérinformációval tovább viszik, beépítik drámajátékokba, stb. Tartanak, mások most kezdik ezt a dolgot, más tánccsoportok most kezdenek feltünetezni, vagy először ilyen kezdnek itt ezen a találkozón. Ő nekik visszaköszönnek, vagy náluk visszaköszönnek néha azok a dolgok, amik az úgynevezett haladóknál már túlhaladottak. Úgyhogy mindenki tud mintát mutatni mindenkinek, és mindenki tud tanulságot levonni a másiknak a munkájából. Úgyhogy tulajdonképpen az ilyen értékeléseken egyre inkább most az utóbbi időkben inkább ilyen baráti szakmai beszélgetés van, ahol mindenki bedobja a nagy közös kalapba, amit tud. Úgyhogy én próbálom egy kicsit úgy moderálni a dolgot, és elmondani az én véleményemet, de mindenkinek van már hozzátennivalója, és én ezt egy nagy értéknek tartom.
A 95 éves szépkorú Bányai Jánosnét köszöntötték családtagjai, gondozói és a Ferencvárosi Önkormányzat munkatársai a Knézics utcai Vázsonyi Vilmos idősek otthonában. Mióta tetszik itt ebbe az otthonban élni? Augusztusban jöttem, igen. Hogy telnek itt az otthonban a napjai, miket szokott csinálni? Telnek a napok. Megyünk. Hát kicsit rossz, hogyha nem voltam mostanában, minden nap lemegyek sétálni. Most nem voltam lenn. Mi a kedvenc időtöltése? Mit szokott csinálni napközben? Olvasni szoktam. Keresztrejtvényt fejteni. Mit szeret olvasni? Keresztrejtvényt fejteni, meg ilyen szerelmes legényeket olvasni. Ki lesz egymásé? Még azt szeretem. A családból kik vannak itt? Családból. A lányom, a vejem, unokám, dédunokáim. Három, mindenből három gyerekem volt, három dédunokám. Úgyhogy a hármas szám volt mindenben. Igen. És amikor elfújta a gyertyát, akkor kívánt valamit? Nem gondoltam semmit, csak hogy szép és jó. Arra gondoltam. És milyen kívánsága lenne akkor most, hogyha belegondol, akkor mit szeretne magának kívánni? Azt én nagyon úsztam, az utolsó napig úsztam 1000 métert, séte háromszor. Azt hiányzik az uszoda. Az uszoda hiányzik nekem. A 9.tv híreit láthatták, friss hírekkel jövő héten hétfőn jelentkezünk. Addig is, ha bármilyen kérdésük, észrevételük van, hívhatják a 218-21-21-es üzenetrögzítős telefonszámot, vagy a 218-20-20-as szerkesztőségi számot. Írhatnak is nekünk info@9.tv az e-mail címünk, valamint megtalálnak minket a Facebookon is. Friss hírekkel, tehát jövő héten hétfőn jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket! Kilenc pont TV. Otthon, város, Ferencváros.